a berlini magyar... Január 18-án Budapesten átadták a Magyar Kultúra Lovagja címeket. Számos vajdaság is részesült a neves elismerésben idén. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Budapesti Honvéd Kulturális Központban tartottak gálaműsort, amelyen 8 országból érkezett 36 lovagot avattak. A Magyar Kultúra Napja alkalmából immár 24. alkalommal megrendezett gála két fővédnöke, Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Fekete Péter az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára volt. Az utóbbi nevében megszólaló Fülöp Péter kiemelte, minél jobban ismerjük az egyetemes vagy a származásunk szerinti kultúrát, annál gazdagabban érezhetjük magunkat a kultúra adta és jelentette biztonságban. Egy Szakó Gábortól származó gondolat lenne a kiindulási alapom. A kultúra hangja a csönd. A csönd az elmélyedés, a megrendülés, a fölébredés, a zaj. A kultúra megrendít, a gics megőrít. A kultúra katartikus, tisztít, a gics szennyez. A kultúra tétje az üdv, a gicsé a bevétel. A kultúra a közösségben terem, a gics a tömegben. Nagyon megfogott már az első gondolat is, a kultúra hangja a csönd. Gondoljunk, gondoljanak csak bele, csöndben lenni erőt jelent. Csöndbe merészkedni bátorság. Csöndből erőt meríthetünk, de félhetünk is tőle. Horror vakúj, az ürességtől való félelem. Ha nincs bennünk semmi, akkor nem merünk ezzel a semmivel szembenézni. Nem merünk elmélyülésben, a hallgatásban, az emlékezésben és a felidézésekben elmélyülni. Ez a csend a gazdag csend. Minél jobban ismerjük az egyetemes, vagy a származásunk szerinti kultúrát, annál gazdagabb ez a csendünk, szinte végtelen. A Magyar Honvédelmi Tárca vezetése nevében felszólaló Erdélyi Lajos humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, a közös kultúra lényegében egy nyelv, egy titkos szövetség, szimbólumrendszere, amit csak mi értünk. Ez az ember legértékesebb tulajdona. A katonák is hozzájárultak a magyarság kulturális fejlődéséhez. A Magyar Kultúra Napja gálát megálmodó és létrehozó két szervezet, a Honvéd Kulturális Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítványt is katonák alapították, és jelenleg is katonák vezetik. De immáron majd negyedszázados működésük alatt soraikhoz százával csatlakoztak kultúrát szerető és értő emberek, azt művelő civilek, programjaikkal ezreket érnek el, azokkal a művészeti alkotásokkal pedig, amelyek megszületnek, azt gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy tízezreket. Nem csak jó magam tapasztalom, hanem bízom benne, hogy ebben egyetértünk, önök is ezt tapasztalják, hogy a katonakultúra és a katonák által képviselt művészeti tevékenység gyorsan és egyértelműen a közművelődés részévé válik. A kultúra lovagja elismerést azok kapják, akik határon innen és túl, szűkebb vagy tágabb közösségünkben önzetlenül áldozatos munkával, magas színvonalon szolgálják a magyar kultúrát. Schilling István kupuszinai nyelvjáráskutató, néprajzkutató, művelődés történész is kiérdemelte a magyar kultúra lovagja elismerést eddigi munkásságával. De a jövőre is vannak már tervei. Terv az van mindig, hála Istennek, ugye nyugdíjas vagyok már most a 8. éve, de tervem van jelenleg a kupuszinai népviselet leírása és hát fényképeken való bemutatása az a tervem, tehát a régi viselet, régi fényképekről, meg az új, a mostani is. Tehát ez az, ami foglalkoztat, meg van egy ilyen tervem, hogy valamilyen módon az, amit még nem írtam le a kupuszinával kapcsolatban, tehát most ugye otthon vagyok, keveset utazom, és hát az otthoni dolgaimat rendezgetem. Nem azt mondom, hogy készülök a befejezésre, de
lehet, hogy egy kicsit afelé is húz az élet. Viszont ön azon kevés szerencsések közé tartozik, akinek van, ki folytassa a munkáját. Tehát, hogy nem is egyszer dolgozott már együtt ön a saját lányával, Schilling Lédával. Ő nyilván folytatni fogja ezt. Hát nagyon remélem, igen. Hát eltekintetben szerencsésnek mondhatom magam, mert ő végzett néprajzkutató, az ELTE-n végzett, és hát a Műemlékvédelmi Intézetben dolgozik. Ha ugye hasonló még a munkája is, mint az, amit szeret, vagy amit tanult, és én meg ennek nagyon örülök, mert néha sugallhatok is neki valamit, vagy pedig ő mond nekem, tehát közösen meg tudjuk beszélni a dolgokat. Ez valóban jó dolog. Micsik Béla törökbecsei hitoktató népzenész, citera készítő is a magyar kultúra lovagja lett. A jövőben elsősorban a kötelesség, és ez egy... Hát kötelesség, hogy ezt folytatni, ezt az eddigi munkát, ugyanígy, ameddig az erőm és a levegőm, a szusz bírja, addig csinálni fogom továbbra is ezt. Én úgy érzem, hogy mindenki, aki te máma elkapta ezt a díjat, tulajdonképpen az eddigi munkának a megerősítése és hitelesítése, és a továbbiakban is egy sárkentő erő kell, hogy legyen, egy biztató erő, hogy ne maradjunk el, hanem amit eddig is csináltunk, csináljuk továbbra is, kedve, erővel. Lehet, hogy mi nekünk ez a részünk ebbe a falba, vagy így szoktam mondani, hogy mindenki saját maga módján tudja tolni a nemzetünk szekerét. Hát ha nekünk ez mostan egy kicsikét, egy megerősítés, kaptunk erőt, hát akkor továbbra is fogjuk tolni, ugyanígy, ugyanilyen munkával. A tervek az egyelőre mostan marad így, ahogy van. Nem vagyok éppen 22 éves se, hogy nagyon bővítsem, de ha van lehetőség, ha lesz rá lehetőség, akkor segítek, ahon csak lehet. Léphaft Pál nagybecskereki grafikus, újságíró képzőművészeti és újságírói életművéért vehette át az elismerést. A munkát sem azért kezdtük, ugye, mert díjat reméltünk, hanem valami miatt kezdtünk foglalkozni, vagy énekléssel, vagy rajzolással, vagy újságírással, vagy bármivel. Én úgy érzem, hogy újságíró vagyok, és ennek különböző műfaja van, van ebben rajzolás, és van ebben beszélgetés, minden. Úgyhogy ez egy magatartásforma, ami nem szűnik meg a díjjal, mint ahogy mondtam, nem is kezdődik a díjjal, így az ember megpróbálja tenni a dolgát. És most csak annyit teszek hozzá, hogy az az elégedett ember, aki tudja, hogy mi a dolga, ez a nagy dolog a dologban. Ön tudja, hogy mi a dolga? Nem, én nem tudom, hogy mi a dolgom. Én egész életemben keresem, hogy mi is a dolgom, és ma is tépelődök, de ez egy belső párviadal, kívülről ez mindig másként néz ki. Kívülről úgy néz ki, hogy mi tudjuk, hogy most mit akarunk, most beszélünk, most rajzolunk, de gyakorlatilag az ember keresi önmagát. Egész életében ez a dolga, hogy keresse magát, és bár most egy kicsit szerénytelenül hangzik ez, hát én is ezt tettem. Határon túli néprajzi örökség érdekében kifejtett életművért Sziveri Szabolcs, a Csókai Rákóczi férfi kórus volt karnagya, vehette át a díjat. Személy szerint én a fiatalokban látom a jövőt, és velük szeretnék foglalkozni, és ugye nagyon nagy szükség van Vajdaságban az utánpótlásra. Nagyon nagy az elvándorlás, kiöregszenek a falvak, elhal a népzene. Úgy ítélem meg, hogy a durindó minősége is az utóbbi időszakban gyengébb, tehát gyengébb a felhozatal, pont ezekből az okokból kifolyólag, amelyeket előzőleg felsoroltam. Az a feladatunk, tehát, és felelősségünk, hogy a fiatalokat megpróbáljuk a népzene világába irányítani, segíteni, pátyolgatni őket, és nem mint csak a Rákóczi férfi kórus sikereit, hanem én abban látom, hogy ha sikerülne fiatalítanunk, illetve újabb csoportokat, fiatalokat megtanítani, akkor ez talán a legértékesebb célunk a jövőre nézve. Örökség serleg elismerést kapott emellett a 25 éves Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete. A díjat Hajvert Ákos elnök vette át. De nekünk minden díj egy
picit talán dopping is, hogy érdemes ezt csinálnunk, és én azért vagyok nagyon boldog és hálás ezért a díjért, mert azt gondolom, hogy ez illeti azokat a szülőket és fiatalokat és gyerekeket és alapítókat, akik tettek azért, hogy a Vajdaság Magyar Versmondók Egyesülete létrejöjjön, hogy éljen, és hát nyilván gyerek és szülő nélkül mi se léteznénk. Hát azt gondolom, hogy ez visszaigazolás az egész közösségnek, hogy érdemes ezt nálunk csinálni. Visszaigazolás ugyanakkor ösztönözni fogja is a tagokat? Én azt gondolom, hogy tehát az ösztönzés azért alapvetően megvan. Jó leső dolog egy díj átvétele, de nem ebben kell keresni az ösztönzést, hanem talán azokban a csillogó gyerekszemekben, amiket látunk egy-egy rendezvény elvégeztével, befejeztével. A gála keretében az újvidéki Mészáros Ilonka elhunyta miatt a falvak kultúrájáért alapítványa szintén újvidéki Csáki Sörös Piroska tanárnak egyetemes kultúra lovagja címet adományozott, és felruházta az alapító lovag jogosítványaival. A magyar kultúra lovagja, lovag. Az embernek nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy eljusson odáig, hogy valaki észrevegye, hogy csinál valamit. És legtöbbször nem is ott veszik észre, ahol tevékenykedik, hanem esetleg hát most ez esetben határon túl, de végeredményben nagyon jól esett, úgyhogy számomra a legnagyobb díj a mai napon például az volt, hogy 3-4 valamikori diákom állt a színpadon. Kik ők? Minden vajdasági díjazott? Nem minden vajdasági díjazott, nem mondanék neveket, mert méltánytalan lenne azokkal szemben, akik az tavaly kaptak, és ugyancsak a tanítványaim voltak, de én ezt úgy élem meg, mint aki nem dolgozott hiába. Tehát valahogy az életem alkonyán már ugye 80-on túl beérik az, amit csináltam, és megnyugvás számomra, hogy a fiatalok majd átveszik ezt, amit én csináltam eddig, mert azért nagyon sok munkával jár ez. A kárpátaljai Ráhó településről érkezett az ünnepségre Nejzsmák Emma, aki már 20 éve viseli a Magyar Kultúra Lovagja címet. Az Ukrajnában kisebbségben élő magyarság megmaradásáért igyekszik ő is sokat tenni. Megmaradásért küszködünk, és van nekünk egy tánccsoport, gyermektánccsoport, a Havasi Gyapár, amelyik itt a színpadon is fellépett egy időben, és van nekünk egy női énekkar, azok is itt felléptek Budapesten, és több Magyarország városába felléptünk, hát de inkább Kárpátalján, inkább a közelébe. És működött mostanáig, én mostan elutaztam, és nem tudom tovább vinni ezt a munkát, a vasárnapi magyar iskola, és három csoport volt nálam, és így lassan igyekszünk a magyar nyelvet ápolni, hogy megmaradjon. Az idei gála díszvendége Bácska volt. A vajdaságiak számos fellépéssel tették gazdagabbá az ünnepséget. A nemzeti összetartozás évének és az erős magyar közösségek évének a kezdetén azt hiszem, hogy felemelő érzésen megtisztelő feladat volt egy évvel ezelőtt, amikor átvettük ezt a tisztséget, ezt a stallumot Gömörországtól, Békovács Istvánéktól. És hát azóta itt a Művelődő Szövetség vezetősége, Csáki Sörös Piroska tanárnő és a Falva Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke Nick Ferenc közös konzultációja folyamán összeállt egy műsor. Igyekeztünk természetesen évközben figyelni arra, hogy kik voltak a díjazottak, kik az utánpótlás nevelés terén azok, akik tényleg nagyon szép eredményeket értek el, és természetesen kik azok a hagyományőrzőink, akik az elmúlt 100 év vonatkozását nézzük, akkor biztosan állíthatjuk, hogy tényleg őrzik, és folyamatosan a következő generációnak tovább is örökítik a hagyományvilágukat. Nem tudva az közben természetesen, hogy kik lesznek a díjazottak, a vajdasági díjazottak, és hála Istennek ez a kettő valahol jól összekacsint, hiszen Schilling tanár úr
is díjazott magyar kultúra lovagi címet vetett át, és közben itt a Kupuszini Néptánc Együttes, vagy a Rákóczi Férfi Kórus volt karnagy, a Sziveri Szabolcs is most veszi át épp, most avatják lovaggá, és itt van a Rákóczi Férfi Kórus, és itt van természetesen a Tisza Mente, itt van a Délbácska. Azt hiszem, hogy egy nagyon szép műsorral adózunk a Trianon 100 emlékév kezdetén, és hát nagyon szépen mutatjuk azt, hogy a szülőföld megtartó, és hát, hogy tényleg jövőt álmodó közösség vagyunk. Emellett standokon is bemutatkoztak a vajdaságiak. Jelen volt a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Fórum Könyvkiadó Intézet, a Magyar Szó és a Hét Nap könyves és kiadvány standokkal. Vajdaság ízeit pedig a csókaiak hozták el csókai bor formájában. A kupuszinaiak pedig kupuszinai pálinkával és mákos rétessel érkeztek. Az egyik standon megtalálható volt az Örökség könyv Vas Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a Nagyvilágban című könyv, amelyet a Panoráma Világklub adott ki. Az egész abból az imidzsből adódik, ami a Panoráma Világklub, hogy a világban szétszoratott magyarok és a Kárpát-medence magyarsága között egy szellemi hidat építsük. Ez egy értékalapú híd, nincs benne aktuálpolitika, nincs benne biznisz, nincs benne semmi olyan kötelező dolog, értékek vannak, teljesítmények vannak. És mivel ezt a hálózatot 20 év óta építjük, és a világban szétszorodva magyarok milliói élnek, ezért sok olyan értéket fedeztünk fel az évek során, amelyek fontosak, és az egyetemes magyar kultúra részét képezik. Most Vas Albert már az első körben úgymond benne volt, amikor indult ez a Panoráma Világklub. Épp Floridába kezdődött a Panoráma Világklubnak a története, és Vas Albert akkor távozott az élők sorából, és megdöbbenve láttuk, tapasztaltuk, hogy Magyarországon senki nem tud róla semmit. El volt hallgatva. 20 évvel ezelőttről beszélek. És néhány egy évtizeden belül már a legolvasottabb volt, a legnépszerűbb író között volt. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmár csekén a himnuszt.